Sziasztok! Ma egy tipikus holland ételt fogok készíteni. Egyszerű, de nagyszerű. Aztán megmutatom nektek Európa legnagyobb sörözőjét, és még egy csomó más érdekességet. Tartsatok velem! A hollandok elég komolyan veszik a krumplit, olyannyira, hogy ősszel nem szőlőt, hanem krumplit szüretelnek, úgyhogy az étel, amit most el fogok készíteni, szintén krumpli alapú lesz, egészen meglepő módon. Neve pedig nem más, mint Stampot, Stampot, Stampot. Nos, ha felkészültetek egy csúcs gasztronómiai élményre, akkor vágjunk bele. A hozzávalók 600 g krumpli, egy sárgarépa, 200 g szalonna, egy csomag újhagyma, vaj, 300 g kelkáposzta, amiből én már természetesen konyhakészet vettem, mert egy kisgyerek mellett minden perc számít. Ezen felül még szükségünk lesz egy kis tejre, szerecsendióra, sóra és borsra. Először is megpucolom a krumplét. Szerencsére a kelkáposztával semmit nem kell tennem, csak kibontani az acskót, és összeönteni a krumplival, a sárgarépával, majd jól összefőzni az egészet. A megfőtt zöldségekhez hozzáadom a vajat és a fűszereket. Krumpli nyomóval összetöröm. Beleöntöm a bacon felét és a pirított hagymát, a tetejét pedig a maradék szalonnával díszítem. Kész is! Jó étvágyat! Íz lett a vacsora, kis családom? Hú, ez kitűnő volt. Nagyon finom volt. Máskor is csinál ilyet, mert tényleg fincsű volt. Csúnya, de finom? Hát, most az egy dolog, hogy milyen a kinézete, de nagyon jó volt. Jó, jó, jó volt a vacsora. Úgyhogy jöhetnek az érdekességek. Európa legnagyobb kocsmája a Groningenben, Hollandiában található. Ez a Drie Zusters, azaz a három nővér. 1972-ben nyitott meg a hely, és képzeljétek el, hogy 3700 ember befogadására képes. Ja, és 20 bárpult van egy tető alatt, ami azért nem semmi. Azt tuti, hogy itt mindig pattan a buli, ha ezek a falak mesélni tudnának. Groningenben rengeteg az utcai installáció, ez az afrikai ihletésű kompozíció szerintem nagyon érdekes itt a csatorna partján. Képzeljétek el, hogy használt teljes üvegekből készült. És amire nem is gondolnánk, hogy funkciója is van, ez egy nyilvános WC. Bizony! A városházát és egyébként egy csomó épületet láthatunk fénynyárban esténként. Ennek a fényinstallációnak az a különlegessége, hogy gyerekrajzok alapján készült. Szerintem nagyon szép. A Groningeni Múzeumban számos kiállítást láthatunk, de számomra a gyerekeknek szóló a legizgalmasabb. Magát a kiállítást is gyerekek ötletei és segítsége alapján hozták létre. Mondjuk nekem inkább az elvarázsolt kastély élményét hozza, de talán pont ez a lényeg, hogy játékos módon megszeretessük a múzeumokat. Ja, és azért az sem elhanyagolható, hogy 18 éves kor alatt ingyenes a belépés. Sovány! Most soványok vagyunk, most dagik vagyunk! Sovány! Ez az épület pedig a Corambers, ami annak idején gabonatőzsde volt, most azonban egy szupermarketnek ad helyet. Szerintem elég pazar. Picit megkönnyebbültem, hogyha van hűségkártyád, akkor ha veszel két öblítőt, akkor az egyik ingyenes. De jó!
Három a magyar igazság, és ezek szerint ez Hollandiában is így van. A Martini torony, ami egyébként a város egyik legikonikusabb épülete, a 13. században épült. Mikor felépítették, már is belecsapott a villám, így ledőlt a torony. Aztán újra felépítették, majd leégett, és ez is egy villámcsapásnak volt köszönhető. Majd végül harmadjára is felépítették a tornyot. Azóta szerencsére stabilan áll, és gyönyörködhetünk benne nap mint nap. Ami még érdekes lehet a toronnyal kapcsolatban, hogy egy középkori törvény szerint a Martini toronynál nem lehet magasabb építmény Groningen városában, és miután ez a törvény mit sem változott azóta, ezért a Martini toronya maga 97 méterével a legmagasabb építmény az egész városban. Hosszas megfigyelés után azt hiszem bátran állíthatom, hogy a holland gyerekek nagy többsége nem hord csapkát. Hiába van hideg, hiába fúj a jeges északi szél, nincs sapka. Hogy miért, arról fogalmam sincs, de ha van ötletetek, akkor légy írjátok meg kommentbe, és persze azt is, hogy milyen videókat látnátok szívesen a jövőben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha tetszett ez a mai kis szösszenet, akkor légy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Nem tudom összehúzni. Ezt hogy kell összehúzni? Sziasztok!